Üdvözlök mindenkit itt a Big Game, én Tamás vagyok, és itt van vele Mabeo. Sziasztok, szédülök én is. És itt vagyunk újra a Hungry Life roleplay-en, és ma ki fogjuk próbálni a go-kart pályát, illetve a Mikulás futamot. Meglátjuk. Pontosan. Karácsonyi leárazások a Zenebbánál. Most limitált ideig rengeteg mindenhez nagyon jó áron tudsz hozzájutni. Választ ki a neked legmegfelelőbb játékot, majd ragd a kosárhoz. Fizetéskor használd a BGM3 kuponkódot, ezáltal még 3% kedvezményben részesülsz. Na emberek, elvileg kerültek ilyen dolgok, hát mennyik a Teslával? Nem. Nem tudom, hogy bent van-e. Tehát ez nem 100%. A gokárd az biztos bent van, ez a Mikulás futam, ez kérdéses. Emberek, akkor először kipróbáljuk a Mikulás futamot, ami elvileg itt van. Na most nem tudom, ez hogy működik. El fogják lopni az autót, én már félek. Az ott egy NPC? NPC, akkor talán nem lopják el. Jó, nem tudom, elparkoztam egy, de mindegy. Na nézzük, hogy működik. Verseny... Mi is? Versenyszervező? Két fős verseny, az a jó, nem? Tét. Aha. Na jó, akkor Ábel versus Tamás? Hát adj pénzt, és akkor lehet Ábel versus Tamás. Akkor átjön be, összek ki pénzt. Jó, tehát 10 000 dollár lesz a tét. Hogy kell akkor csinálni? Menjek rá, gondolom, rákattintok a két fős versenyre. Na, akkor kettő, akkor mehet háromra? Egy, kettő, három. Ja, 10 000, mehet háromra, 10 000. Bementem a 10 000-re. Én is. Oh yeah! Lol! Oh yeah! Tizenegy. Tíz. Hogy kell menni a kocsit, be van indulva? Na biztos. Gondolom. Mi ez? BMW? Na jó, gyerünk. What? Az ördissel jó amúgy. Amúgy rendesen most tét van, bazzeg. Ábel versus Tamás, let's go. De ne gyere nekem! És lezúz, ember! Lezúzod, gyerekek! Gyerekek. Így kell ezt csinálni. Easy rolling. Akkor én sem finomkodok. De nem, én nem direkt mentem neked, hát ezért bejöttem, és nyilván majd ezért lelassít. Mi nem falolni kéne lehet. Gratulálok. Ügyes vagy. Gratulálok. Ah, faszom! Leszorít! Ábel, ez... Ne úgy menjél, mint a retard játékokban, hogy izé... Nem úgy mész a kerítésnek folyamat, ez nem megy. Nem úgy megyek. De hogy végül úgy mentél van. Ne csaljál, lecsél, ne csaljál. Rendesen az úton kell maradni. De ne gyere nekem! Te mondtad, hogy menjünk egymásnak? Mi az ott alul amúgy, az a csík vajon? Ott járunk szerintem. Igen. Aha. Nyertem. Easy for instance, 18 000 dollárt. Az hogy lehet? Te mennyit raktál be? 10-et. Hát akkor nem 20 000 kellett volna nyerjék, vagy hogy vagy most? Hát gondolom levontál. Ja. Tételős díjat. Na jó, visszavágó. Jól van, de max egy 1000-esbe. Két fős verseny, 1000. Két fős verseny. Rákattintottam. Én is? Go. Új autók! Oh yeah, belső éven vagyok, megszívtad. Nem baj. Gyerek, én megint. Let's go. Jó, ez a Mikulás futam, gyerekek. Na go. Szevasz! Sokkal gyorsabb autó, mint a BMW volt. Mi van neked? Nem indult el, vagy mi? Éppen ittam. Már mind a karakterem? Azaz! Listen me rolling to him. Gratulálok! Ez az! Legalább kifordultál te is. Jesus Christ, motherfucker! Hát gondolom itt nem kell RP-zni, hogy megállni a versenyautópálya közepén, azt le-RP-zni minden sütkövét. Az nem jó. Ezt elcsesztem. Az nekem jön! Lasszak, azt lehúz! Ember! Hát ezt összítad meg jobban. Nem, te jöttél nekem most. Ez
Jesus. Te! Ember! Felborultam! Te mit csinálsz? Ember! Gratulálok, bazzeg! Édes Istenem! Ez felverseny, felverseny. Gratulálok! Jöttél nekem! Befaroltál elém! Menjünk okárfája, nézzük meg azt a kép. Nézzük! Elvileg itt lesz. Gyakorlatilag, nem tudom, sose voltunk. Ez is nemrég került be. Gokart pálya. Aha. Voltál már IRL gokart pályán, nem? Voltam. Azok amúgy fújók. Főleg a benzines. Ja. Baszki, amúgy IRL-re kéne egy gokardozni majd. Ilyen versenyába Jesus Tamás. Pályák. Mondjuk csak időre lehet. És ez annyira nem is drága. Ne, hát van, nem. Hát egyszer lehet gokardozni többen. Egyébként soha nem voltam, hogy nem is versenyben. Vagy már, lopják az autót. Hú, baszki. Tip, én már bementem. Ja. Na ugye, majd ilyen a gokárd verseny, amúgy. Valahol. Na nézzük. Ó, oh, valakit nagyon tolta. Jézusom, 1 óra 20, mi? Ja, nem, 1 perc 29. Jó. Na, hogy működik akkor? És mind az 5 az övé. Gokárd verseny, oda. Nincs pénzed versenyhez, miért mennyi pénz kell oda? Vagy írja. 10 000. 20 000. Akkor... 20 000. Akkor vegyél ki nekem is. Na nézzük. Gokart verseny. Jó, én beneveztem. Morogjolni át. Igen, és most? Én is. Történik semmi. Várj. Ja, de sokan... Maximum 6 főből egyéni álló csapatos lesz. Verseny. Mi? Maximum 6 főből álló csapatos verseny. A legjobb eredmény. Tehát 6 fő kell hozzá, vagy mi? Ja, szerintem akkor egyéni időmérő. Várj, most... És nem is vonta le a pénzt. Várj, ja. Próbálj meg megint. Kezdjünk akkor egyéni időmérővel, hát. Jó, akkor egyéni időmérő. Szakinek több jobb ideje lesz. Ja. Let's go. Ez 10 000 volt. Jesus! 2, 1, go! Ez mekkora amúgy. Ja, ez mondjuk komoly. Jól irányítható. De ez ugyanaz a pálya, mint a álmokfutó, vagy a álmokfutó, a mikorásfutó. Vagy bal, de én teljesen... Ú, mondjuk a facecamerámtól lehet nem látszódik, de mutatja, hogy laps 1/5. Time. Vigyázz, ne ütközz a falnak, mert itt keresztbe vág tőle. Kavajam. Aha, nagyon csúnyán, azért, megállít. Vagy 6-8 másodperc volt visszakerülni a pályára. VTF. Jó van, győzzen a jobbik. Kis ívek, emberek, kis ívek, nagy ívek. Kék táv, itt tudom én, nem értek hozzá. Aaaaaak! Második kör és ugyanott izéltem, ugyanott ütköztem, mint az előbb. Én még nem ütköztem egy darabot sem. Mondjuk lassabban megyek. A valószínűleg ezt meg fogod nyerni. Ami ez jó. Mikor versenyt szívesen kipróbálom, de nincs, nem, nincsen 6 fő. Gondolom azért nem indítja el. Jó, a harmadik köröm az nagyon baba le. Most már ilyenit köztem. Oh my god! Rendesen oda kell koncentrálni. Hogy nagyon jól irányítható. Ennyi a legjobb köridőd. Nem tudom, most nem merek oda nézni jobbra vagy balra. Jó. Amúgy 24 másodperc. Nekem 24,664. Akkor én nyertem. Há! Mert neked pont 24. Lesz 5/5. Ilyenkor mi? Ja, még van egy. Ja. Rip. Ajaj. Az a baj, van egy könnyen, mit csúsítok bevenni. Ja, nekem is. Ott ami a híd, nem? Vagy felüljáró? Nem, a cél után egyből. Jó, én végeztem. És most legjobb köridő 24,848. Neked? Nekem a legjobb köridőm 24,664, de mindjárt. De az a baj, ez is szállam, nem látjuk egymást, egy csak itt Iri Air Cruise, vagy nem tudom. És a teljes időd? Az 2,13. Az nekem. 2,28. Hát nyertél. Akkor... Csak el nem írjak ilyen, nem tudom. Emberek, akkor itt is egy visszavágó, az a mindent előttől, ha nyerek, akkor én nyertem ezt az 1v1-et,
Hábert nyer, akkor döntetlen, és akkor még egyet megyünk majd. És akkor lesz az eldöntő. Na nézzük. Találunk majd valamit. Egyéni időmérő, go. Egyéni időmérő. 3, 2, 1. Kis évek, nagy évek. Ó, én most nagyon óvatosan csinálom. Én is próbálkozom. Normálisan menni. Most space-szel nagyon lehet közlekedni, én úgy érzem. Ajaj. Nem könnyű gyerekek amúgy. Jó a handling, én nagyon cuccnak, de... kanyarokba azért nagyon be kell figyelni. Mikor gyorsítasz ki, mit tudom én, nyilván itt ilyen. Például nem így, ahogy én csinálom. Ezt most megmondom. Hála a jó égnek, akkor lehet nyere. Kivételesen. Rámész a homok cuccra, mi történik? Nagyon belassulsz. Nagyon nem, de egy kicsit. De próbálok nem rámenni. Á, én is. Be kellett fékeznem, RIP! Alapvetően csak leveszem a kezem a gázra. Azzal fékezek általában. Hát, kb. Én is. 4 peret, hát nézzük. Nem tudom, én már a legjobb időmet megjavítottam. Én is. Totális ütköztem, ennyi volt. Én is, úgyhogy még nem. Valószínűleg nem. Pont ugyanakkor, amit szerintem pont ugyanott is. Mi az? Ott azon a hídon, nem? Nem tudom, én nem figyeltem. Ne! 5x5. Fuck! Ütköztem még egyet. Hál' Istennek. Akkor ez Victorious Battle lesz, én úgy érzem. Maybe. De nagy sör, nem bor. És 24-4-1-6 volt a legjobb, és 2-0-9 lett a idő. Ne szívas! Neked? Ő itt van egy ember. 3-89, tehát a köridő megint jobb. De viszont, hát az nem számít. 2-14, azon az egy kurva ütközésen. Emberek, akkor én nyertem meg ezt az 1v1-et. Úgyhogy, hát valami ezért pénzt adjál már, azért már nyertem, bazzeg. Legyen valami díjazás. Mondjuk legyen, mondjuk 40 000 dollár, és akkor legközelebb ugyanennyi a tét, vagy nem tudom, vagy a duplája, okay. Dupla vagy semmi. Na mit szólsz? Na jó, akkor. Úgyhogy gyerekek, akkor ennyi. Easy for instance, utterputter belt. 40k? 40k, fuck yeah. Na jó, van akkor. Ma legközelebb valami visszavágott, majd csapatunk. És hogy emberek, ennyi volt ez a videó. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, dobjátok lájkot, és várjátok a kövi ilyen részeket. Úgyhogy, szevasztok! Sziasztok! Ha még nem tetted meg, dobj egy lájkot, iratkozz fel, és kövess a srácokat a Facebookon is. Ja, és ne felejtsd el megnézni az előző videót sem.